Hajnali 4 órakor kezdődött a szüret a Somogy megyei Ordacsehiben ezzel a modern szüretelő kombájnnal. Ezen a területen 4 hektáron szüretelik a legkorábban érő szőlőfajtát, a csabagyöngyét. Ezek a felvételek pedig Villányban készültek. Az ország legdélebbi borvidékén Irsai olivérrel indult a 2019-es szüreti szezon. Ahogy Szekszárdon is, ezen szőlőfajtának a leszedésével kezdődik majd meg a szüret, mondja Nagy Attila, a Lajvér borbirtok szőlészeti vezetője. Szüreti időpont tekintetében körülbelül a tavalyi évhez képest egy olyan 10 nappal vagyunk később. A jövő héten mi is meg fogjuk kezdeni a menoárnak a szüretét. Az idei évben mért adatok szerint körülbelül ott tartunk, hogy ilyen 100 cserszegi fűszeres esetében mértünk már 160 g cukrot és 12-es, 9-es savat, tehát azért ez ingadozó, fekvéstől függően. Úgyhogy azt gondolom, hogy jövő héten elkezdjük mi is a szüretet. Hamarosan leszedik a menoárt, ami a rozé egyik alapanyaga, majd a cserszegi fűszeres következik a sorban. A Szekszárd és Szálka között elterülő 27 hektáros borbirtokon több mint 200 tonna szőlőterem, kicsit kevesebb, mint tavaly. A szőlészeti vezető azt mondja, ettől függetlenül jó évjárat lehet az idei. Az évjáratot illetően még sok minden nem dőlt el, eddig még minden adott ahhoz, hogy nagy évjárat legyen. Azt gondolom, hogy növényvédelmi szempontból egy kicsit extrémebb volt a peronoszpóra fertőzések miatt. Az ellen kellett leginkább védekezni, lisztharmatnak esetünkben itt nyoma sem volt, illetve hát oda kell figyelni a következő években a fekete rothadásra. Nem csak a kórokozók elleni védekezés okoz fejtörést a gazdáknak, hanem a munkaerő hiány is hátráltatja a munkát, véli a szőlészeti vezető. Nagy Attila azt mondja, idén még meg tudták oldani a munkát, ha azonban a jövőben a zöld munkát nem tudják időben elvégezni, akkor az megnehezíti majd a növényvédelmi védekezést is. A magyar bortermelés 60-65 ezer hektáron zajlik. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint Magyarországon 392 ezer tonna borszőlőt szüreteltek 2018-ban. Ebből 3,75 millió hektoliter bor készült, ami csaknem 30%-kal több, mint az azt megelőző évben.